Akkor sziasztok! Köszöntök mindenkit ezen a esős délutáni napon, innen a Galvani utcából. És ami miatt most itt bejelentkeztem, mint hallgatok, hogy teljesen más miatt jártam el, igazán elveszett vágányokat kutattam. Viszont utána észrevettem ezt itt mögöttem, mindjárt meg is mutatom. Ez egy 376-os gőzös, meg egy kocsi. Megél egy önálló videót is. Úgyhogy majd mindjárt meg kell valakire valahogy bejutni. És hogyha sikerül, akkor belülről is megmutatom. Nézzétek! Meg egyébként így rendesen van ágyazat, csín, minden van neki. És ez a műipak, ahogy látom a logót, meg a kiírást, cégnek a telephelyén van. Viszont itt parkolnak bent autók, lehet, hogy be lehet ide menni. Megpróbálom. Nem csak a műipak, akárki van itt, hanem itt több cégnek a telephelye is van, tehát legalább a bejutás zavartalan. Nézzétek! Itt van maga a vasúti. Jó, egyébként nyitva volt a kapu és simán besétáltam, de hát ki kell használni a lehetőséget, ha már van. És akkor tettek meg, alváza minden megvan. Most közelebb nem megyek hozzá, mert nagy a sár. Látjátok, hát van itt egy hitet hirdet, és ugye a vonatra fölmászni tilos, úgyhogy nem is fogok el fölmászni, csak így meg kell nektek így megmutatni a konyhát. Amennyire sikerül. Egyébként ez hasonló szobormozdony, hogy ilyen kiállított. Emlék, mint ami a Békési Pálink az ELT telephelyén is van például. Itt rendesen sínt is raktak le neki. Így jó, még ütközővakot is. És egy jó állapotú gőzös. Hát hogy került ide és mint, azt nem tudom, ennek majd utána kell nézzek. Hát mondom, hogy csak most szóltam ki innen az utcáról. De ezt is érdemes volt megnézni, ha már erre jártam. Hát akkor ezt a gőzöst is megnéztük. Akkor most már megyünk is kifele. Hát érdekes volt minden esetre, ezt nem is tudtam róla, hogy ez itt van. De minden esetre, akkor most legalább erről is van videó. Sikerült fotózni és videózni is. Mi volt, úgyhogy köszönöm, hogy ezt a kis rövid bejelentkező videót is megnéztétek. Tudjátok, fel lehet iratkozni, lehet lájkolni, ha tetszett, lehet diszlájkolni, ha nem tetszett, lehet kommentelni. Lehet PayPalon vagy Patreonon támogatni, de nem kötelező, de lehet. Most már van mind a kettő. Meg igazából a Patreonnal nem is csináltam semmit, azóta, hogy regisztráltam és megcsináltam a weboldalt, rá se néztem. De hát mondjuk valamire csak jó lesz. Végül is regisztrálni ingyenes volt rá. Jó. Sziasztok!